Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. A Spaced Out DLC-vel elkészültünk legutóbb az Oxygen generátorunkkal, ami szépen feltölti majd a bázist, ha minden igaz, fincsi-fincsi oxigénnel. És hát innen lehet majd haladni tovább, amire akarnak, majd kiderül. És egyelőre hagyom egy kicsit dolgozni őket a saját szemszögükből, saját igényeikkel. Hogy elvégezzek mindazon munkákat, amiket az eddigi folyamatban nem tettek meg bármiért is. Aztán, hát az egyik szakasz nyilván ugye a űr. Úgyhogy annak érdekében erre a széndioxid rakétára mindenképpen szükségem lesz. Mert ez a legelső, legegyszerűbb rakéta, amit létre lehet hozni. Amennyire tudom. Igazából nem ártana egyébként ezt a másikat, ezt megnyitni és megszabályozni, rendszabályozni. Azzal egyúttal hozzáférnénk rengeteg szennyvízhez, amit felhasználhatnánk ugye a kajatermelésre. Az az egyetlen gond, hogy ez 10 és 30 fok között szeretne élni, ez a növény. Ami itt nem gond, mert ez egy még 10 fokos, bár lassan lefelé hűlő létesítmény, vagy tócsa, de ez egy mínusz 10 fokos, ami nem egészséges. Még itt-ott fölmelegedett, már majdnem 6 fokra, mínusz 6 fokra, yikes. Úgyhogy azt majd egyértelműen föl kell valahol melegíteni, aminek a következménye, hogy kell rengeteg energia, hogy a vízmelegítőt üzemeltessük. Azaz szükségem lesz erre. Hogy ezt elbontsuk. Mert itt fogjuk tudni megépíteni majd a napelemparkot. Még 3-at tudunk, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló létszámot, hiab. Még 3-ra van. Nem biztos, hogy elég folyamatosan arra a vízre, arra a vízmelegítőre, bár ugye az első feladat a nehéz, az először fölmelegítése a víztócsánknak. Utána már nem olyan vészes. Jó, ezt is intézzék el. Annyival legyünk beljebb. Hogy ezeket a falakat megejtik, és akkor itt majd lassan-lassan elkezd fölmelegedni a környezet. Aminek köszönhetően nem fog kicsapodni a széndioxid. És más egyéb. Az oxigén meg úgy látom bőven jó. Bőven-bőven jó. Tényleg ez mennyire fog felmelegedni, és meddig bírják ezek a anyagok? Azt annyira nem néztem meg. 75 fokon már elkezd majd túlmelegedni, az nem oké. Hát így erre most még csak ilyen 30 fokon bohóckodik. De egyértelműen lassan melegszik. Azt megmondhatjuk. Hát majd meglátjuk. Réz, gyere. Nem fogsz ártani. Sőt, egyértelműen hasznos vagy. Ezzel nem fogunk cifrázni nagyon.
nem kapkodják el ezeket az építkezéseket. Na, de most egy csapat érkezett. Gratulálok, hogy egy bányászatért jöttél, ahelyett elbontottad volna azért a fél bandát, ha már itt jársz. Ahogy azt elvártuk. Elvileg. Innen meg tudják azt építeni nekem. Úgy bizony. No, megvan a rakétánk, vagy legalábbis a hajtóművünk. Rakéta többi része az fogalmam sincs, hogy áll. Azt hiszem lehet itt szűkíteni rakétára, ja. Ahogy látom, azt már megcsináltuk. A legtöbb rakétakütyünk úgy látom megvan. Úgy látom. No. Mi az, ami kéne alapvetően minden? De azért nyomokba olyannal kezdjünk, ami még fennáll a veszély, hogy hasznos. Ruhák nem, mert nincsen hozzá alapanyag. Például ez viszont igen, mert rengeteg minden kell, és megadja a folyadéktárolót, meg a folyadék kezelőket. Ez a melegítő úgyis az, ami kell ahhoz, hogy azt a víztócsát majd fölmelegítsük. Úgyhogy az tényleg hasznos lesz, ha az megépül végre egyszer talán. A mi kis soha napján, üzemmódunkban. Hát, nem is tudom, kell nekem, az nem kell. Igazából erre sincs szükség. Úgyhogy ezeket itt szép sorban elbontjuk. Erre az egyre még szükségünk van, mert onnan fogjuk ezt lefúrni. Aztán majd itt valahova kirakjuk, ami ki kell. Számunkra, ha kell. Oké. Na hát lassan lefúrtunk a padlóig. Lassan. Persze itt ezt a sarkot elbontani az probléma lesz, de egyelőre belefér. Na, a másik oldalon akarunk-e valamit csinálni? Kell-e valamit csinálnunk? Hogy áll a csillagtérkép? Amennyire lehet kész. Most már csak az az opció, hogy ide átmegyünk, vagy egyéb módon derítünk föl. Akkor előbb-utóbb nekiáll a különféle feladatoknak, felteszem.
Néhány lejutott, de nem mindegyik. Határozottan nem mindegyik, sőt valószínűleg a nagyobb része nem. Azért egyre több. Úgyhogy az ráér. Majd elbontják, ahogy elbontják. Az már az ő dolguk. Vagy sem, hát igazából nem sietünk sehova. Legalábbis annyira nem, mint elsőre tűnne. Hadd bontogassanak. Lelkesen. Azért haladnak. Az egy képes tüsszögni az űrben, ez egy igazán ügyes feladvány. Azért csak gratulálni tudok. Azért tényleg csak gratulálni tudok. Az első az lassan megépíthető. Hát ez alapvetően ide való. Annyit ejtsünk meg. De a maradékot azt nyessük viszont le, mert egyébként nem lesz jó ötlet. És akkor ezt is nekiállhatunk hetesbe tolni. Na hát akkor egyelőre úgy látom a mai nap az egy elektromos hálózatbővítés lesz. Némi egyéb feladatokkal kiegészítve, ami éppen jön. Mondjuk igazából ez is megdobta a hálózatunkat jelentősen, ne felejtjük. Ugye ez gyakorlatilag önellátó, vagy majdnem önellátó. És azért közben lassan-lassan, de gyűjti fel a széndioxidot, vagy hidrogént, vagy micsodát. No, hát hajrá! Azt hiszem már megkezdték az építését. Ez is kell, úgyhogy majd azt is kezdhetitek építeni lelkesen. Nyavaják! Ez rész, hát az értékes, idővel majd kibányászunk az összecset, nyilván. Ugye itt például simán egy létra majd lesz.
ami majd ezt kiszedi. Meg nyilván ez is. Hogy lebontsuk itt ezeket. De ez nem véletlenül ötös, abszolút ráér. Sehova nem siet, mint feladat. Sikerült találnunk egy vezetéket, amit nem kötöttek be. Gratulálok! Az kimondottan segít. Hogy néhány centim múlik, hogy nincs meg. Nem mint a kéne most azonnal az az ára, amit jelent, de azért mókásna. Hogy akár mehetne is, csak nem. Na itt hogy állunk? Szépen és jól. Valóban még mindig nem bírt leugrálni az összes. Bár azt hiszem némelyik kezd jó irányba poppogatni. Mindjárt leesik, és utána már könnyű út van a vízhez. Az már tiszta sor. Csak persze nem az a végső vize. Nem tudom, hol lesz tiszta vízforrásunk, ha lesz egyáltalán. Bár például ezt itt leereszthetjük. Mert sok különbség és haszna nincs abban a formában, ahogy van. Úgyhogy ezt például leeresztjük itt. Csak úgy. Minden további trükk nélkül. Érkezik egy adag víz, vagy valami. Szén, nem föld, az még kevésbé érdekes itt. A másik oldalon viszont az hasznos lehet. A másik bázison. Nyilván nagyon ott se kell, de ott értékesebb, mint alapanyag. Jó. Akkor ezt is le tudja itt ereszteni. És ugyanígy ezeket is le tudja ereszteni. Mindenki örömére. Hát a lényeg, hogy majd ide elcsurogjon idővel, semmilyen más feltételem nincs ezekhez. Sőt, akkor most ezt bontsd el. Tudom, hogy lenne jobb feladatod, de... És akkor ezt az egész zónát itt megoldottuk. Jól, rosszul, már mindegy is. Ezt fel is lehet törölni. Itt meg egy valamekkora víztócsánk lesz. Érkezik a másik irányból is. Azt is lassan föl lehet majd törölni.
Sőt, ha ide építünk egy sziklát, akkor ezt is majd azt is teljes egészében effektív le tudjuk ereszteni. Mert csak ennyi kell, hogy ide építsünk szintén egy másik sziklát. És akkor ennyi. Ez ugye ide esik, az végig csurog. Annyit nyerünk, hogy akkor fölösleges felmosni. Mert úgyis összevizezzük újra majd. És azért fölöslegesen ne dolgozzunk, annyira nem vagyunk ráérősek. No, és akkor itt lesz egy szép nagy tócsánk idővel. És csurog, nem is kevés. Remek. Amennyire meg tudom ítélni, ez egy teljesen jó feladvány. Csak itt rengeteg extra vízre tettünk szert. Ezt előbb-utóbb föl lehet majd mosni. Ez lassan-lassan csurog. Nagyon lassan, de hát csurog. Addig térjünk vissza a másikhoz. Ott készül ugye a vízbázis, vagy mi ez a napelem rendszerünk. Elkészült, buhú! Jó. Akkor egyenlőre fúrjuk le ezt, és ha ez megvan, akkor le lehet bontani majd ezt a hegyet is végre. Nem tudom, hogy kell-e, sőt, inkább azt mondom, hogy biztos, hogy nem kell, úgy minden estül, de előbb-utóbb haladunk rajta, aztán majd valami lesz. Megépülhet a második napelem, ami tovább segít végtelen hálózatunkon. Nem most azonnal, mert most azonnal tök fölösleges az egész, de kell, mint feladat előbb-utóbb. Na hát lassan megtelünk oxigénnel, ahogy kell. Már nyomokban elkezdünk tárolni. Igazából ez a szabályozó ez nem olyan tökéletesen működik, mint szeretnénk. Ugye bekapcsol mindig. Úgyhogy nem nagyon tud feltöltődni a terep. Annyira nem folyamatos. Na mindegy. Az a legkisebb probléma ebbe a rendszerbe. Hogy nem folyamatos. Az legyen a legkisebb gondunk. Azzal küzdjünk a legkevesebbet, vagy a legtöbbet, vagy ahogy szeretnénk. Mama.
Na, végezd itt szépen a takarítgatást. Ahogy azt illik. Mondjuk, ha rendesen haladnál, akkor kényelmesebb lenne mindenkinek. De hát na, miért várjuk el, hogy értelmesen haladjon? A lehető leglassabb tempót követi, szigorúan. Ó, és még egy szint kinőtt itt, érkezett annyi víz. Helyes. Azt örömmel látom. Akkor annyit még megejtünk, hogy ezt azért fúrjuk le. Arra az esetre, ha itt további vizeket kellene majd ide öntenünk. Ki tudja, mit, hol, merre. Követel. Látom, ez megoldódott. Azzal is haladhatunk egy csöppet. Takarítások terén. No. Hát aztán persze lesz egy rengeteg feladat, hogy a vizet bepasszírozza. De hát az egy egyébként hasznos feladat. Hogy összegyűjti majd a vizeket nekünk. És igazából ne ráérünk. Valaki akarja, azt aktiválja nekem szépen. Tökre pozitívan állnék hozzá. Plusz még egy napelem, meg még egy kis elektromos hálózat. Hogy állunk azzal az elektromos hálózattal? Mondjuk álljunk át inkább a rézre, abból több van. Kobalt az értékesebbnek tűnik egyenlőre. Aztán persze majd kiderül, hogy ténylegesen az vagy sem. Lassan-lassan itt melegszik azért a környezet. Nem biztos, hogy oké. De majd kiderül. Igazából mindegy, most azt hiszem be lehetne zárni, és olyan 70-80 fokos gőz jön neki akkor, oxigén meg hidrogén, de a vége ugyanaz, hogy azt kipumpáljuk a bázisunkba, és szépen lassan a bázisunk majd elkezd melegedni. Azt a részét nem oldja meg. Hogy nem leszünk jó helyzetben. Na, jött még valami. Valami fincsi, még... Hát... legyen. Mondjuk nem kell, de legyen. Talán itt a leghasznosabb. Ez a banda. Azért lassan itt elbontunk egy hegyet az űrben. Ami azért mókás feladat.
Oké, akkor nem szúrtad el, pedig mindent megtettél. Hogy ott ragadjál. Nem akarja ezt nekem valaki megépíteni? Ez nem annyira nyerő ötlet. Pedig én annak lenném. Pedig én abszolút annak venném, hogy ez egy jó ötlet. No. Lássuk itt, hogy állunk. Ez megvan, folyadék, víz, 9. Akkor idővel begyűjtögeti az összeset. Nyilvánvalóan. És egyértelműen. Már először majd ezt kezdi el kiszolgálni, vagy nem. Ami nem biztos, hogy a legjobb elem mindannyiunknak, de mindegy is. Sikerült leraknod oda a tojást, gratulálok. No igen, lehetne neked csinálni rendes WC-t is. Vagy nem. Azt hiszem maradunk a vagy nem fázisnál. Legyünk őszinték. Mondjuk van valószínűleg elég homok, sőt, bőven elég homok van itt mindenfelé. Jó, ez itt már nem kell. Azt szedjük ki, bár teljesen fölösleges. Majd egyszer onnan is jön víz. Még egy jó kérdés lesz, hogy akarom-e azt kiereszteni, vagy sem. Itt is van egy adag pacsmag. Ne tanulok mindenfelé. Hát ez meg a rengeteg felderítés, amit a majd egyszer talán hajlandó lesz megejteni. De nem biztos. Sok mindent kitelelik tőlük, ahelyett, hogy tennék a dolgukat. A nem túl részletesen specifikált dolgukat. No, azért bontogatják a cuccot. Helyes. És azt hiszem elfogytunk üvegből, úgyhogy további nem jön, addig amíg nem találunk még üveget. Ami persze nem olyan nehéz, ha valószínűleg alaposan keresnénk valahol is üveget. Akkor simán megeshet, hogy még találunk valahol. Mert elég sok helyen nem jártunk valójában. Olyan nagyon azért nem, de még akad némi hely, ahol felderíthetünk üvegkajtatás közben. Talán itt mindenféle fincsiség. Nem rosszul élnek a őseink. Tudom, mit hagytam ki, azt hiszem. A kábelt. Nem, az is megvan. És abszolút nem látszik. Ez annyira megvan, hogy azt meg is építették. Az üveget nem szállítják lelkesen.
Hát ez van, majd egyszer megjön. Olyan nagyon nem kapkodunk, ez a nap elment rá. Herold és a stressz az nem annyira oké. A Sunburn az a kint lét mellékhatása. És felteszem ezért morcos Herold is. Mert ő volt az áldozat. Ja, 20%-ot kap a Sunburnből. Amíg le nem jár. Meg persze a vízpacsmagért, gondolom a... Hogy hívjákból? Na most már meg nem mondom, hogy miből. De most már lehet elég forróság, az a 47 fok mínusz, az elég forró, hogy fölolvat végre a széndioxid. Jó, hát itt akad egyébként még, ahol pacsmagolhatnak. Ezt nem mondom, hogy nem. Valójában. Ó, jut eszembe. Ezt viszont továbbra is likvidálni kell, mert itt tönkreteszi a kaja állapotunkat. Úgyhogy ő szépen menjen splatch. Kukába. No, hát... Lett, ami lett. Takarítottunk, vizet gyűjtöttünk. És utána most megint vizet gyűjt. Iszonyú lassan, mert... Nehogy máshogy. Ez volt a leggyorsabb útvonal, ahogy körbe tudtál menni arra. Gratulálok. Gratulálok, hogy más nem találtál lassabb formában. Hát ez nem annyira egy egészséges móka. De hát ez van. Egyedül végzi azt a rengeteg feladatot, de igazából a szkent elvégezte, úgyhogy teljesen mindegy, hogy milyen tempóban működik. Na, megvan az üveg, akkor elvileg már építhetik. Ha hajlandóak építgetni. Na. És hát annak érdekében, hogy elbontjuk tényleg a hegyet, elbontjuk a hegyet. Azzal feladat az utolsó. Idekint nekik. És akkor tényleg nekiállunk lassan végre a rakétákhoz. Kutatás közben elvétve halad. De hát... Csillió apró oldalág. Úgyhogy nem egy száguldozó folyamat. Tiszta víz, hát azt nem mondhatom, hogy van. Nyomokban akad. Pedig azt várnánk, hogy van, bár ugye a kutatás egy csomót elfogyaszt. Lehet, hogy az a korlát itt mindig, hogy a kutatás mennyit fogyaszt el. Készül valamennyi tiszta víz itt a különféle mókákból. De valójában az nem segít. Az épp, hogy csak beesik a végtelen folyamatba. No, hát építgeztünk. Egyet elbontottuk. Napelempark kibővült. Mint kiderült, az egy több mint kiváló rendszer, de hát ez már a
legelején kiderült, de továbbra is meglepő. Na, azért a legtöbb vizet már össze guberálta. Persze ugye, ha itt takarítgat egy-egy mezőt, akkor megint szállíthatja őket, de... Valószínűleg a következő szakaszban megoldja nekünk. Úgy sincs jobb feladata. Fontosabb feladata. Mára ennyi, innen folytatjuk.